több mint egy évtizedes múltra tekint vissza az alacsonyabb osztályú megyebeli futballcsapatok felkészítését segítő kispályás téli teremtorna. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága idén is lehetőséget kínált a 128 megyei első, másod, illetve harmadosztályú együttes számára, hogy jó körülmények között készülhessenek a tavaszi folytatásra. A Nyírerdő kupán a tavalyival megegyező létszámú csapat lép majd pályára. 36 csapat adta be a nevezését, az egész megyét lefedi, ezt nyugodtan kijelenthetem. A megye 6 csarnokába fognak most hétvégén futballozni a csapatok, Nyírbátorba szombaton, a másik 5 helyszínen pedig vasárnap fognak játszani az együttesek. Mindenhol 6 csapat lesz, csak és kizárólag területi alapon osztottuk be, tehát ez azt jelenti, hogy nem osztálybajnoki osztály szerint, tehát vannak megyei, megye 2-es, megye 3-as csapatok is folyamatosan vegyesen. Az első 4 helyezett jut tovább innen az elődöntőkből a középdöntőkbe, a középdöntők jövő hétvégén rendezzük, ugye 4 helyszínen, 24 csapattal, és hát mind a 4 középdöntőből majd az első 2 fog kvalifikálni a Nyíregyházi 8-as döntőbe, ami szintén már hagyomány, hogy évek óta a Filófoci csarnokban lesz majd január 29-én. Mivel az átigazolási szezon január 15-én kezdődik, és február 15-éig tart, a szervezőknek szabályozniuk kellett, hogy a csapatokban milyen státuszban lévő játékosok szerepelhetnek a tornán. Csak olyan labdarúgó tud pályára lépni minden egyes klubnál, aki az egyesület igazolt labdarúgója, érvényes versenyengedéllyel és érvényes sportolósival rendelkezik. Az átigazolási időszak most a csoportmérkőzésekkel nem kavar be, hiszen vasárnap kezdődik, de ugye hétfőn van nálunk az első ügyfélfogadási nap, így most csak azok tudnak játszani, akik már ősszel is az adott klubnak a játékosai voltak. A mérkőzéseken 5+1 játékos szerepel, palánk nélkül kézilabda kapura játszanak a csapatok. Minden helyszínen 15 meccset rendeznek, a program reggel 8 órától délután 5 óráig tart.